Kárpátaljai parókiák és plébániák támogatására indítanak gyűjtést a karitatív szervezetek, hogy az ott élő közösségeknek a téli időszakban segítséget nyújthassanak, jelentette be sajtótájékoztatón Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar emberek az évek során már bizonyították szolgálatkészségüket és az elesett emberek iránti odafigyelésüket akár az árvíz, akár a vörösiszap katasztrófa idején. Most pedig egy olyan határon túli magyar közösség van bajban, amelyet Magyarországról is segíteni kell. Bölcskei Gusztáv református püspök kiemelte, már elkészültek a felmérések a parókiák, plébániák, iskolák szükségleteiről. Az adományokból éjjel-nappali melegedőket építenek majd. Spányi Antal katolikus megyés püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak az egyházakat támogatják, hanem minden rászorulónak eljutatják azt a segítséget, amelyre képesek. A sajtótájékoztatót megnézhetik a Bunum TV eseménytár című műsorában.